és uraim! Most következő vendégünk előbb tanítványaiból hozta ki a maximumot, majd önmagát edzette humoristává, közben újszerű vőfékedést honosított meg szűke pátriájában, végül felállította az egyfolytában poénkodás Guinness rekordját, miközben a hajaszála sem görbült. Hölgyeim és uraim, érkezik az atkári dumahős, Szikra László! Isten hozott, szevasz! Éppen is akkor hoztál nekünk egy kis produkciót, tied a színpad. Köszönöm. Szeretettel köszöntök mindenkit. Nemrég volt szerencsém Erdélyben eltölteni egy hetet. Kettő nap van meg belőle, az oda meg a vissza út. Mert Erdélyben olyan vendégszeretőek az emberek, hogy eleve úgy köszönnek, hogy egészségre. Bárhová mentem, folyamatosan azt éreztem, mintha állandóan tüsszögnék, mert mindenhonnan ezt hallottam, hogy egészségre, egészségre, egészségre. És ott figyeltem meg, hogy minden székely embernek van egy harmadik típusú találkozása a medvével, amit élvezettel mesélnek. Ott hallottam, hogy jött a medve, jött a medve, jött a medve, ekkora volt, mert távol volt, aztán közelebb jött, akkor ekkorább lett, aztán két láb lett, akkor még kétszer akkorább jött, de csak jött, és mondtam neki, hő, és megállt. De az emberünk tovább mesélte, mondtam neki, hő, és megállt, ilyen közel volt, akarom, megérintem, érted, de akarom, megérintem, és megérintette, de nem akartam. Hogy milyen a székely vendég szeretet, Attila bával, a házigazdánkkal egyik reggel álltunk kint a székely kapu alatt. Attila bá alacsony kis ember, magas alkoholtartalommal. Annyi pálinkát fogyasztott élete során, hogy az életkorát nem évve, hanem fogba mérik, úgyhogy 60 fokos. És jött egy 70 fok körüli bácsi, így flipperezve. Nekem pedig anyukám azt tanította mindig, hogy fiam, köszönj mindenkinek, mert sose tudhatod, hogy ki az apád. Úgyhogy ráköszöntem, hogy jó reggelt kívánok, Attila bá már úgy köszönt neki, hogy gyere így a valamit. És bementünk, iszogattunk, egy fél óra múlva a bácsi tovább állt, már úgy ott egy helybe, elkezdett harangozni, lement Kejfej Jancsiba, csak nem jött vissza. Én meg kérdeztem Attila bát, hogy Attila bá, ő kicsoda, hogy így behívta inni, azt mondja, hát mit tudom én? Te köszöntél neki, azt hittem ismered. És a pálinka az oka, mert Erdélyben ilyen néptáncos pálinkák vannak, hogy megiszik az ember egy felest, és egy percig csak csapkodja a lábait. Nagyapámnak, ő egynegyedrész székely, olyan pálinkája van, tavaly októberben megittunk nem tudom hány pohárkával, másnap kimentem az udvarra, kivágtam a fenyőfát, mert azt hittem, hogy karácsony van. Papa meg elindult locsolkodni. Tehát nem másnaposak, más hónaposak lettünk a pálinkától. Én csak Michael Jackson pálinkának hívom, mert megiszik belőle az ember egy felest. Először kifejlődik tőle, mint Jacko. Utána a kalapját a szemébe tolja, ne lássák, hogy könnyezik, mert akkor falun csökken a respekt. Mi van, tápos gyerek? Igen, nem bírod az italtot? Igen. Végül meg énekelünk tőle, mint Jackson. Hogy... Ha meg papa kérdez, hogy no, még egy felest, akkor jön az, hogy... és moonwalkolva távozik az illető. Köszönöm. Papámat egyetlen rövid történettel be tudom mutatni. Múltkor a két saját fogából megfájdult az egyik. Bement a fogorvoshoz, aki kérdezte tőle, hogy Béla bátyám, lidokaint kér, töccsé. Papa sokat látott, főleg sodrófát, aminek a végén nagyanyám van, de tényleg annyira sokat tapasztalt az életben, hogyha kilépne a kocsmából, meglátná E.T.-t, nem megijedne, elszaladna, oda menne hozzá, hogy he, hiámám ő valamire. És mamám ezt nem nagyon preferálja, mikor jön haza a papa a kocsmából, ő szerinte kicsit kapatosan, akkor mama reppelve várja a kapuba, hogy ittá, ittá, persze, hogy ittá, ettél, dehogy ettél, nem ettél, ittá, már megint ittá, na mit ettél, na ugye ittá? És szerintem zenész család lehetünk, mert ugye mama reppelve várja nagyapámat, papám meg olyankor ilyen R&B stílusba kérdezi meg, hogy hol a kaja, hogy
Nama hunakaja, 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 mama, nama hunakaja, 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 mama. És zárásként, ugye mamám már ezt nem nagyon bírja, úgyhogy mostanában, hogyha vendégségbe mennek, akkor mindig megtartja az eligazítás papának, hogy mennyit szabad inni vendégségben. Múltkor mondta neki, hogy egy-két poárkával megiszol, még nem baj, Béla, de kettő után igenis tanuljál meg nemet mondani, és büszkék vagyunk papámra, mert megtanult nemet mondani. Tehát azóta a két pohár után megkérdezik tőle, hogy iszol még egyet, annyit mondta, hogy nem bánom. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen! Szikra Lászlót látták, hallották. Köszönöm, Lacikám, ölellek, remek volt, remek volt. Szikra Lászlót!